Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkószoba Egyetem vezetője. Megyünk tovább ebben a témában, hogy tudunk-e kommunikálni a halottainkkal. Bizony ebben a témában már rengeteg anyag gyűlt fel, írásos anyag, szóbeli anyag. De hát gondolkodjunk csak el. Ha nagyon szeretünk egy embert, bárki legyen is az, és meghalt, akkor a szeretetünk tárgya eltávozott, de csak ebből a fizikai világból távozott el. A szeretetünk attól függetlenül megy ő felé, és átmegy a fizikai világ korlátain, belemegy az asztrálvilágba, ahol a szeretetünk tartózkodik, és ő bizony reagálhat rá. Hiszen amikor az ember meghal, akkor csak a fizikai teste marad itt, az kikapcsolódik, úgymond, mint amikor lekapcsoljuk a laptopot, a többi rész az él, hiszen a laptopban is él ott bent a sok mikroprocesszor, amikor lekapcsoltuk, csak mi nem tudunk róla. Az internet ugyanúgy belemegy a laptopba, amikor lekapcsoltuk, csak mi nem tudunk róla. És akkor látjuk meg, ha bekapcsoljuk. Valahogy így van az ember is. Amikor valaki, mondjuk a Jóisten bekapcsolja, akkor felébred, leéli az életét, aztán amikor valaki, mondjuk, hogy a Jóisten, kikapcsolja, akkor viszont kész, vége az életnek, és eltűnik, bezáródik. Semmilyen életjelet nem ad, akárcsak egy kikapcsolt laptop. De ott belül zajlanak az életfunkciók. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, hiszen az ember, mikor meghal, akkor eltávozik a fizikai világból, de az ember asztrális teste az nem hal meg, az tovább él. A halottak asztrális testei elmennek az asztrál tér egyik helyére, ahol tartózkodnak, ki meddig. Erről már volt szó a legelső videóimban, ha valakinek érdekes, keresse meg, hogy meddig és hol tartózkodnak a halottaink, illetve majd mi magunk is, ha majd oda kerülünk. De hát mivel ők ott vannak, és a szeretetünk az egy olyan anyagtalan valami, ami tovább is áramlik ő feléjük, ezt ők érzik. Ezért soha nem szabad a halottakra csúnyát mondani, a halottakat illetlen szavakkal illetni. Mindig csak szeretettel szabad beszélgetni róluk, csak szeretettel szabad gondolni rájuk, hogy milyen kedves ember volt, milyen aranyos volt. Na jó, hát velem néha rossz is volt, hát ő nem tehet róla, szegény, ilyen kemény volt az élete, stb. Hát akiket meg szerettünk, azokra meg persze, hogy csak szeretettel gondolunk, és az illető ott a Styx túloldalán, átment a Csinvot hídján, ott érezheti, hogy hoppá, az ott maradt rokonom, a másik oldalon maradt rokonom, szeret engem. És akkor bizony adhat mindenféle jeleket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel csatornámra, viszontlátásra.